megújulás. Hálát adtak a monoki református templom felújításáért. Korszerűsítés. Színnel, lélekkel a megyei kórházban. Építkezések. Pályázatokkal fejlődik Bekecs. Üdvözlöm a Globo Televízió nézőit! Hosszú évtizedek után egy presbiteri felajánlásból újították fel kívül-belül a monoki református templomot. Hálaadó istentisztelet keretében mondtak köszönetet azoknak a híveknek, akik részt vállaltak Isten házának szebbítételében. Hálaadó ünnepi istentisztelet keretében mondtak köszönetet a hívek és az egyházközség tagjai azért, hogy sikerült kívül-belül megújítani a monoki református templomot. Godóné Tóth Enikő helyi lelkipásztor üdvözölte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. Elhangzott az, hogy a templom korszerűsítésének ötlete Godó Gábor lelkipásztor, Kovács Bélánék gondnok ötlete alapján valósult meg. Azonban a modernizáláshoz szükséges anyagi forrás jó ideig nem állt a gyülekezet rendelkezésére. Sokáig azt hitték, hogy ez a nemes kezdeményezés meghiúsul. Jó néhány évvel ezelőtt közösen a férjem és a gondnokasszony azon munkálkodtak, miután látták, hogy egyre jobban romlik a templom állapota, hogy valamit kell kezdenünk ezzel a romlással. Hiába próbáltunk pályázatokat benyújtani, azok rendes sikertelenek voltak. Aztán a gyülekezet próbált adakozni, gyűjtést rendeztünk, de hát nagyon kicsi gyülekezet vagyunk, és ezért nagyon kevés pénzt tudott összegyűlni. A környékbeli vállalkozókat is megkerestünk, és nagyon sok minden felé próbálkoztunk, hogy adományokat gyűjtsünk, de hát egy ekkora munkához azért jelentős összegre van szükség. Jó néhány évvel ezelőtt Kádár László bejött a gyülekezetünk életébe, jobban mondva visszajött, hiszen ő innen származott el valamikor, és amikor visszajött ide a gyülekezetbe, aktívan bekapcsolódott a gyülekezet életébe, és amikor látta, hogy a gyülekezet anyagilag nagyon nehezen éli meg a mindennapjait, és a templom állapota romlik, akkor ő úgy gondolta, hogy ez ő a szívügyének tekinti, és szeretné, hogyha ez a templom nem az enyészeté válna, hanem megújulhatna, és Isten dicsőségére szolgálhatna ez a templom is. 2017-ben kezdődtek el a munkálatok, és a tavalyi év folyamán fejeztük be. Szerettünk volna már tavaly ezt a hálaadó Isten tiszteletet megtartani, azonban ennek a nagy munkának három mozgatórugója volt, az egyik az a férjem, a másik a gondnokasszony, Kovács Béláné, és Kádár László. Időközben, tavaly, amikor elkészültünk a templommal, ősszel sajnálatos módon a gondnokasszony hazatért a mennyei homba, hosszú betegség után. Aztán idén tavasszal a férjem követte őt. Így nem tudtuk a hálaadó istentiszteletet megtartani, bocsánat. De mégis azt gondoltuk, hogy eltelt most már annyi idő, egy fél év lassan a férjem halála óta is, hogy meg tudjuk ejteni ezt a hálaadó istentiszteletet, mert egy gyülekezet életében a szomorúságokon és a fájdalmakon, nehézségeken túl az örömnapokat is meg kell tartani. Hatalmas összefogással, nagy lelkesedéssel, tényleg a gyülekezet apraja nagyja, oda tette magát, és mindenki azon volt, hogy ez a mai nap, ez az ünnepnap valóban ünnepnappá válhasson, és köszönetet mondhassunk Kádár Lászlónak, de rajta keresztül az Úristennek, az övezérlő segítségéért és kegyelméért. Ezután Mészáros István, a zempléni református egyházmegye esperese lépett a szószékre, aki szentbeszédében az önzetlen adakozásra és segítségnyújtásra hívta fel a figyelmet. Az esperes János evangélium első fejezetének a 19-től a 28. verséből olvasott fel a jelenlévőknek, amely keresztelő Szent János bizonyságtételéről szólt. Elmondta azt, hogy keresztelő János életében folyamatosan hirdette a bűnbánatot és a bűnbocsánatot, ami formálja a híveket azért, hogy profétai lelkülettel állhassanak abba a szolgálatba, amit Isten rendelt el nekik.
Mészáros István örömét fejezte ki, hogy a monoki gyülekezet és lelkipásztora kapott a megváltótól egy szolgatársat, aki felvállalta Isten házának megújítását. Arra kérte az Úristent, hogy azoknak, akik részt vállaltak ezekben a nagy munkálatokban, adja vissza gazdagon a jóságukat. Az ünnepi alkalmat a helyi Kossuth népdalkör egyházi dallamai színesítették. Pásztor Dániel, a zempléni református egyházmegye püspök helyettese is tiszteletét tette a hálaadó istentiszteleten, aki szentbeszédében hangsúlyozta azt, hogy jó együtt megköszönni Istennek és azoknak az embereknek, akik hozzájárultak a munkálatok sikerességéhez. Elhangzott az, hogy az emberek hiába vállalnak, robotolnak erejükön felül, ha nem lesz rajta isteni áldás, akkor hiába volt minden. Hozzátette, hogy az egyházi előjáróknak az is nehéz feladat, hogy amit őseik felépítettek, nekik meg kell menteni az enyészettől a következő generációknak. Pásztor Dániel szólt arról, hogy a külső-belső felújítás mellett reméli, hogy a gyülekezet tagjainak ezek mellett a lelki megújulás is bekövetkezik. Ezen az alkalmon egy jelképes ajándékkal mondtak köszönetet Kádár László presbiternek, aki a sikertelen pályázatok után magára vállalta Isten házának korszerűsítését saját anyagi forrásból. A végén pedig kedves ajándékokkal hálálták meg azoknak, akik valamilyen módon részt vállaltak a munkálatokban. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház és a Bócsai Polifárbe vegyipari Kft. Idén tavasszal meghirdetett Polifárbe színnel lélekkel kórház felújítási pályázatnak köszönhetően 17.000 négyzetméter falfelület felújítására elegendő festékmennyiséget, valamint nettó 440.000 forint anyagi támogatást kapott, amelyből egy érintőképernyős betegőrző monitort vásároltak. A megyei kórházban felújított részlegek hivatalos átadója november 5-én volt. Révész János főigazgató ünnepi beszédében kiemelte a társadalom egészségügyhöz való viszonyulását. A szociális érzékenység egyre inkább fokozódik. A kórház támogatottsága növekedett, nagyobb elköteleződés tapasztalható. Külön megköszönte a Polifárba Kft.-nek a támogatást, amely óriási segítség volt nekik, hiszen a kórház intézmény parkja nagyon széles palettán mozog. Ezeknek az épületeknek az állag megőrzése külön kihívást jelent a műszaki vezetésnek. Céljuk, hogy olyan szinten tudják tartani az épületeket, amellyel a betegek elégedettségi szintjét elérik. Hát azt kell mondjam, hogy ez nem volt egy nagyon hosszú út. A pályázati kiírás az nyilvános volt, tehát több kórház pályázhatott ezekre az adományokra. Egy viszonylag egyszerű pályázati metodikáról volt szó, tehát nem volt bonyolult a pályázatot összeállítani, nem volt bonyolult a pályázatot benyújtani, illetve a pályázat elbírálási ideje is relatíve rövid volt, tehát itt néhány hónapos időtartamról beszélünk. Ugye azért azt tudni kell, hogy egy állami forrásnál vagy egy Európai Uniós pályázatnál azért ez fél év vagy egy év is még a megvalósulásig eljutunk, ez ebben az esetben lényegesen gyorsabb volt. Két oldalú lehet ez a közös együttműködés, az egyik az, hogy a Polifárbinak lesz-e hasonló pályázata, nyilvánvalóan, hogyha lesz pályázat, akkor pályázni fogunk majd. Bár termék hirdetést én ugye nem tehetek közzé, de azt el kell mondanunk, hogy azért az adományozott falfestékekkel a műszaki igazgató beszámolója szerint nagyon elégedettek voltunk, ezért hát fölmerül annak a realitása, hogy ezeknek az alkalmazását a kórház műszaki repertoárjába fölvegyük. Szabó Antal, a Polifárbe ügyvezetője beszédében hangsúlyozta, hogy meggyőződése az, hogy a 21. század felgyorsult világában a legnagyobb probléma az értékteremtéssel van.
Ebben a világban a pillanatnyi probléma annyira leköti az emberek figyelmét, hogy elmarad a minőségi és tartalmas értékteremtés. A társadalomért és a benne élő emberekért felelősséget vállaló kórház legfőbb célja az, hogy az életkörülményt pillanatokat próbálja esztétikusabbá és szebbé tenni. A kórház vezetősége és a cég képviselői mellett jelen volt Kozák Danuta, olimpiai bajnok is. A Polifárvéval még az olimpia után kerültünk kapcsolatba, amikor is volt egy programjuk, hogy az én iskolám bajnokaként, vagy a én iskolám bajnoka programban kifestették az olimpikonok iskoláinak bizonyos elhanyagoltabb részeit. Az én iskolám a Csanádi Árpád iskola, és egyik tornatermét újították föl, és ezek után lettem a jótékonysági nagykövetük. Ez abból áll, hogy a Polifárbe különböző programokat ír ki, amire lehet pályázni, ahogy ez a Miskolci Kórház is elnyerte, és a festéket biztosítja és újítja föl a kórtermeket, illetve a kórházak elhanyagoltabb részeit. Úgyhogy ebből áll az én szerepem, hogy itt lehetek. Mindenképpen kiemelném, hogy mennyire példaértékű ez a társadalmi szerepvállalás, és nagyon jót tenne Magyarországnak, vagy a többi cégnek is, hogyha így tudnának gondolkodni, hogy rengeteget adnak. És nekem viszont külön öröm, amikor eljöhetek egy-egy ilyen rendezvényre, és részese lehetek annak a eseménynek, hogy megtekinthetjük, hogy a kórházban mi minden változás történt. Viszont ezt azért nehéz összeegyeztetni a élsporttal. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház főigazgatója záró beszédében kiemelte, hogy azok a cégek, szervezetek, alapítványok, amelyek az intézményüket támogatják, egy hálózatba szervezi őket. Ennek pozitív visszajelzései megérkeztek hozzá, hiszen a támogatók társaságának egyik rendezvényén templomépítés lehetősége is megfogalmazódott. A Polifárbe Kft. Nevében Szabó Antal ügyvezető vette át a kitüntetést, így a támogatók társaságának a tagjai lettek. Mongol testnevelés tanárok érkeztek október végén Egerbe a Magyar Ázsia Társaság jóvoltából. Az elmúlt két hétben a vendégek olyan szakmai tudás birtokába jutottak az alapoktól, a helyes technikán és a vízisportok szabályain keresztül, amit hazájukban tovább adhatnak tanítványaiknak. Mongólia szárazföldi, nagyobb rész sivatagos ország nem rendelkezik komolyabb hagyományokkal a vízisportokban. Ugyanakkor komoly fejlesztések történtek az elmúlt években, párhuzamosan az ország gyors gazdasági fejlődésével, az uszoda az elmúlt években épült, megfelel a nemzetközi sztenderdeknek. A helyi szakember gárdának viszont még jól jön a segítség, a szakmai útmutatás, különösen ami az utánpótlás képzést illeti. Három mongóliai fiatal jött azért Magyarországra, hogy tovább mélyítsék eddigi tudásukat a vízisporttal kapcsolatban. Az ázsiai testnevelő tanároknak hatalmas segítséget jelentett egy olyan országból érkező segítség, ahol az úszás a világ élvonalában van, és ahol az elmúlt években számos színvonalas világesemény került megrendezésre. A pedagógusok Zápán megyéből érkeztek hazánkba. Nem a fővárosból jöttünk, és október 24-én jöttünk itt Tegerbe. Hát oktatást nézegetünk, meg mi nagyon ilyen fejlődő ország vagyunk ezen a téren, és akkor mi ezt fel akarunk zárkózni, és akkor gondolom, mi úgy gondoljuk, hogy a ti területe, az úszás területén itt már ilyen 100 év fejlődtök, és akkor sokat tanuljunk, azért jöttünk. Sok mindent tanultunk, triclánosokat nézünk, hogy edzenek, meg ilyen haladófokú úszást nézünk, elsőfokú úszást, meg gyógyúszást, meg mindenféle olyan dolgot, amiről eddig nem hallottunk. Például ez a vízipolló, a vízilabda, ez még nálunk még senki nem csinált ilyet, és akkor ezt most néztük először mi, hogy hogyan működik ez a vízilabdás dolog. Azért vagyunk itt, hogy ezt tovább fejlesztjük mi. A saját országunkban fejleszteni tudjuk ezt. Az Ázsia-Hungária szervezet hozott minket ide, és akkor februárban volt ott nálunk is egy tanár Magyarországról, önkéntes tanár jött, Ázsiai-Hungária a közszövetségből, és ő hozott minket ide,
ez a szervezet hozott minket ide, hogy még fejlessük ezt. Mert először, amikor februárban ott volt a tanárunk, akkor minket csak úszni tanított, hogy meg hogy a gyerekeket hogyan tanítsuk meg úszni. Most már ez egy kicsivel másképpen, hogy már a felnőtteket is megtanítjuk úszni, meg hogy hogyan lehetne sportolót alakítani, meg ilyen versenyúszás, meg mindenféle ilyen sportákban. Már más látunk itten, mint otthon. Megnézzük a termálfürdőt, mert még nem néztük meg. A sportmúzeumot azt megnéztük. Meg hát a gyógyúszás, meg minden, ami itt megy, azt végig fogjuk. Ez egy lecke lesz nekünk. Mi nagyon jól érezzük magunkat, meg hát jó az időjárás is itten, meg nagyon szép a város, az Egerváros az nagyon szép. Nagyon jól érezzük magunkat, meg hát örülünk nagyon, mert nagyon sok mindent tanulunk. Az ázsiai vidéken inkább más sportok, mint a lovaglás, a kosárlabda és a kézilabda került a középpontba, ami eddig komoly szerepet kapott, azonban a gyermekcipőben járó vízi sportokkal is szeretnének foglalkozni a felkészítők. Mongóliában a sivatagok mellett azért vannak folyók és tavak is, a szakemberek szerint a gyerekek biztonsága miatt és a természeti értékek kedvező kihasználása miatt is érdemes lenne biztonságosan megtanítani a sportág alapjait a kicsiknek. A vendégek a hazájukban már elsajátították az úszás alapjait, azonban a helyi edzők segítségével javítottak ezeken a technikákon. Többek között megismerkedtek a száraz edzés fogalmával, a vízilabda és a triatlon szabályaival. A vendégek nagyon sokat tanultak, fejlődtek az elmúlt időszakban, amit november 10-én hazaérésük után Mongóliában kamatoztatnak majd. A Magyarországon megtanult alapokat továbbadják lelkes tanítványaiknak. Céljuk az, hogy minél több gyermeket megtanítsanak biztonságosan úszni, és a tehetségeseket versenyre is szeretnék vinni hazájukban. Az 56-os forradalom leverésének emlékére november 4-én közönségtalálkozót szervezett Szerencsváros önkormányzata, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, amelyet a Rákóczi Vár lovagtermében tartottak meg. A rendezvényen Pintér Lajos, nyugalmazott egyetemi tanár, aki az 56-os tevékenységei miatt emigrációba kényszerült, szólt arról, hogy Magyarország tiszteletbeli veronai konzuljaként soha nem tagadta meg származását, és a mai napig büszke arra, hogy magyar lehet. Beszédében kihangsúlyozta, hogy felmenői Szerencsről származnak, és külön megtiszteltetésnek érzi, hogy itt lehetett. Az előadás során a professzor beszámolt a forradalom eseményeiről, hősies kiállásukról és az egyetemi társaival megélt pillanatokról, arról, hogy behívót kaptak és hosszú ideig katonaságban teljesítettek szolgálatot. Visszaemlékezése során korabeli képeket és iratokat tekintettek meg a jelenlévők. A közönség találkozón Hegedűs Csaba, olimpiai bajnok birkózó elmondta, hogy gyermekként élte meg a forradalmat és az apja disszidálását. Az ünnepi megemlékezésen szólt élete meghatározó pillanatairól, hogy olimpiai bajnok lesz és mindent ennek a célnak rendelt alá. Amikor világbajnok lett, kapott 28 ezer forintot, és vett édesanyjának egy nagy kabátot, egy bőrszoknyát és egy kardigánt, és elment vele Gajatetűre. Rengeteg nehézség volt az életében. Nagyon sok szürke hétköznapot átéltek, ritka volt a piros betűs ünnep. Eszelősnek tartotta magát egész életében. Talán pontosan ettől az eszelős diadalra jutástól sikerült minden akadályt legyőznie. Nem csak a birkózó szőnyegen, hanem azon kívül is. Úgy véli, hogy egy magára komoly fiatalembernek a nem, és a nem lehet nincs is a szótárában. A család 56-os elszakadása után 72-ben az olimpiai faluban értesítést kaptak testvérével, hogy a portán várják őket. Az akkor tengerészeti akadémián volt sportprofesszor édesapja látogatta meg őket. November 4-e van. Az 1956-os forradalom leverésének évfordulója, több mint 60 éve, 63 éve történt ez az esemény, és hát sajnos, mint résztvevő, az eseménynek résztvevője vagyok itt, aki visszaemlékszem a családunk szétszakadására, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportánál közül Ludovikát végezte, és abban az időszakban a ludovikások nem éppen a kegyeltjei voltak a hatalomnak.
és este 8-szor akkor felült a biciklére, kikerékpározott Sárváról Ausztriába. Este 12-kor már háromávos jött volna érte, pontosabban verte a redőnyünket, de apukám már nem volt ott. Ez egyben azt is jelentette, hogy egy hét múlva a nővérem, a 15 éves első gimnazista nővérem utána ment édesapámnak. Mi már lekéstünk és próbálkoztunk, de nem tudtunk kijutni Ausztriába, és így szétszakadt a család. Ennek minden nehézségével, minden konzekvenciájával. És testvéremmel, Miklós bátyámmal, hát egy sportember volt apukánk, szerettük volna büszke ránk, többek között, amikor a világbajnokságon voltunk 71-ben, akkor éjszaka azt kérdezte tőlem a testvérem, hogy mit fogunk táviratozni édesapánknak. És hát akkor bátorkodtam azt mondani, hogy te ben vagy az első hadba, én pedig megnyerem a világbajnokságot és világbajnok leszek. Hát ez így történt. Nincs az embernek ékes szólása, hogy mindezt visszaidézze. Család szétszakadása, mert a születés és a halál az egy elfogadott dolog, hiszen természetes velejáró az élők sorának, de hogy értelmetlen dologban szétszakadjon a család, a gyerekek elveszik az apjukat, aki a példaképük volt, hát azt nem lehet visszaadni. A mérhetetlen sanyarú sorsot, a politikai bosszút, édesanyám tanár volt, és nem engedték dolgozni. Évekig apukám ruhái és cipői eladásával éltünk szegényként. Hát ez a dolog egyik része. A másik része, hogy ezt lelkileg soha nem lehet feldolgozni, hiszen egész életemben arra törekedtem, hogy ezt a családot újra helyrehozzam, és a 82-ben édesapám elment nyugdíjba, akkor kimentem érte Kolumbiába, és hazahoztam. Természetesen a hadsereg lefegyverzése nem jelentette azt, hogy Magyarország népe belenyugodott a megszállásba. Október 23-a után vívott fegyveres harc felkelői november 4-én hajnalban visszatértek az utcákra. Megpróbálták a lehetetlen, szembeszálltak a több ezres túlerővel. Az invázióval egy időben megkezdődött a reménytelen szabadságharc rövid időszaka, amely során a forradalmárok több napon át megtartották állásaikat a modern haditechnikát bevető szovjetek ellen. November 11-én aztán a küzdelem szimbolikusan is véget ért, ugyanis ezen a napon Nagy Imrét és a kormány többi tagját felmentették pozíciójából. A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziuma november 13-án és december 3-án nyílt napot tart a felvételiző diákoknak. Az intézményben 6 osztályos nyelvi humán, nyelvi reál, informatika, biológia, általános rendvédelmi és vállalkozási ügyviteli ügyintéző tagozatra lehet jelentkezni. A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumnak az idei tanévtől új vezetése lett, így júliusban átalakították az intézmény struktúráját is. Az új igazgató és helyettesei célul tűzték ki, hogy nagyobb teret biztosítanak az egyéni fejlesztésnek, és a hittel pedig lelki stabilitást szeretnének nyújtani a fiataloknak a stresszes hétköznapokban. A nyílt napon a jelentkezők betekintést nyerhetnek az iskola életébe és a tanórákon történő oktatásba is. Megismerkedhetnek az iskola épületével, amely jól felszerelt szaktantermekkel, termenként projektorral, multimédiás szekrénnyel és interaktív táblával is rendelkezik. Jakab Tamás igazgató elmondta, hogy a megújulás során az iskola marketingjére is nagyobb hangsúlyt fektettek. Több felületen is megtalálható az intézmény kínálata azért, hogy nagyobb tájékoztatást nyújthassanak a diákoknak és a szülőknek. A felsőoktatási felvételire is összpontosítanak majd a fakultációkkal, illetve az idegen nyelv ismeretére és a nyelvvizsga középiskolában való megszerzésére is több időt fordítanak majd a pedagógusok. A nyílt nap, amit az idén is két alkalommal rendezünk meg, hogy alapvetően azzal a céllal szervezzük, hogy a nyolcadikos diákok, szüleik, esetleg ugye az általános iskolás tanárok,
vagy ugye a hatosztályos képzés miatt még a hatodik évfolyamos diákok és szüleik is tájékozódhassanak arról a munkáról, oktató-nevelő munkáról, szabadidős programokról, tevékenységekről, ami a gimnázium intézményünkben folyik. Ugye nyílt napnak a koreográfiáján egy picit alakítottunk az előző évekhez képest. Az első órában egy igazgatói tájékoztatót fognak hallani tőlem, illetve a diák önkormányzat vezetőjét is felkértem arra, hogy együtt beszéljünk, meséljük el, hogy hogy lehet eltölteni 4, illetve 6 évet az iskola falai között. Ezután a második és harmadik tanítási órákon mehetnek a diákok, szüleik, pedagógusok bemutató órákra. Itt igyekeztünk minél szélesebb repertoárt biztosítani a nyelvóráktól, a természettudományos tárgyakon át a humán szakokig, illetve testnevelés órát is megnézhetnek, informatika órát. A negyedik órában pedig az aulában lesz egy központi, ami minden éven népszerű, az önvédelmi bemutatónk, ugye ez kifejezetten a rendészeti rendvédelmi tagozatra jelentkezőknek, illetve a kis helyi zenekarunk, a kis helyi táncosok fognak utána egy ilyen kis műsort még bemutatni, hogy milyen szabadidős tevékenységeink, lehetőségeink vannak. Majd az ötödik órában egy intézményi bejárást fogunk még megejteni az érdeklődőknek. Itt megtekinthetik a kis fizikai műhelyünket, a stúdiót, az épületnek a különböző szárnyait, szaktantermeit, oda bepillanthatnak, hogy magával, az infrastruktúrával is ismerkedjenek, és nagyjából egy olyan 1:15 körül zárjuk ezzel az érdeklődők számára a nyílt napunkat. Bocska isként lehetőségük van a diákoknak csatlakozni az énekkarhoz, képzőművészeti szakkörökhöz. A sport szerelmesei a nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabda, labdarúgás, kézilabda és asztali tenisz edzéseken is részt vehetnek. A tanórán kívüli foglalkozások repertoárjában szerepel a modern és a néptánc oktatása. A bocskai napok, a bálok, a kirándulások, a sokszínű iskolai rendezvények teszik még izgalmasabbá a diákoknak az együtt eltöltött tanéveket, amelyekre szívesen emlékeznek az érettségi vizsga és a ballagás utáni időszakban is. Bölcsődeépítés, óvoda korszerűsítés, útfelújítás, valamint új polgárőr autó beszerzése. Ezeken a projekteken dolgozott az elmúlt időszakban Bekecskösség önkormányzata. A vezetés próbálja kihasználni a lehetőségeket arra, hogy minél szebbé, komfortosabbá varázsolják a települést. Bekecs az elmúlt években nagy fejlődésen ment keresztül. Modernizálták a középületeket, parkosítottak a polgármester hivatal előtti területen, leaszfaltozták a Lőtér utcát. A helyi óvoda udvarára kresszparkot készítettek a legkisebbeknek, azért, hogy megtanulják a biztonságos közlekedés alapjait. Ahhoz, hogy a szülők életét megkönnyítse, a község vezetése próbál kedvező oktatási és nevelési feltételeket teremteni a településen. A helyi óvoda maximális gyermeklétszámmal és teljes kihasználtsággal működik. Az 50 esztendős épület kisebb felújításokon, nyári tisztasági festésen esett át az elmúlt években, azonban nagy szükség lenne egy teljes körű modernizálásra. A helyi önkormányzatnak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére nem lett volna saját forrásból lehetősége, így pályázatot nyújtottak be az épület felújítására. Az óvodánk belső felújítására pályáztunk, közel 10 millió forint értékbe, hála Istennek ezt is megnyertük, ez természetesen tartalmazni fog 2 vadonatúj óvodai kültéri játékot is. Ezen kívül, amit nagyon régen szerettünk volna megvalósítani, de anyagi hiányában nem tudtuk, az a Birkés utca új aszfaltozása, erre 15 millió forintot nyertünk, és a mai nap folyamán kaptam meg az értesítést, hogy az óvoda udvarra beadott pályázatunk is nyert közel 5 millió forint értékben, ebből megújítjuk majd a külterületét az óvodánknak. A belső felújítás tekintetében a vizes blokkokat cseréljük le, ezen kívül pedig azon termeknek, közösségi helyszíneknek a padlózatát fogjuk kicserélni, már problémás, illetve eléggé elnyűgtek. Azt kell tudni az épületről, hogy hát már közel lassan 50 esztendeje szolgálja az órát, a 70-es évektől rendelkezésünkre áll, és bizony vannak olyan részei, amit csak folyamatosan felújítani tudunk, de ma újraépíteni nem, és ezért nagy lökés most ez a 10 millió forint a belső felújításban. Az óvoda mellett igény mutatkozott a családoknál arra is, hogy bölcsödéskorú csöpségeiket is a helyi nevelési intézménybe járassák. A terület és településfejlesztési operatív programból hamarosan elkészül a 2 csoportszobás nevelési intézmény az óvoda udvarán. Jelenleg is dolgoznak azon a szakemberek, hogy a Bekecsen és a környező településen élő legkisebbek
minél hamarabb birtokba vehessék az intézményt. Ó, igen, ez egy nagy sláger téma mindenkinek manapság, hisz mindenki látja, hogy épül a bölcsöde, ráadásul igény is lenne rá. Azt tudom mondani, hogy még az idén, december közepéig az épületnek teljesen kívülbelül készen lennie, elindítjuk azt a folyamatot, ami a belső berendezését tartalmazza majd, és ami persze egy kicsit nehezebb, az engedélyeztetési eljárásokat is folyamatba tettük, hogy természetesen jövő tavasszal már rendelkezésre álljon a lakosságnak. Pekecs község talán legrégebbi civil szervezete a Polgárőr Egyesület, több mint 13 esztendeje működik a községben. Tagjai közül már sokan nem aktívak, azonban mindig akadt olyan, aki szívesen vett részt Bekecs község közrendjének fenntartásában. A polgárőrök önkéntesként dolgoznak saját szabadidejükben, családi életük és pihenő idejük terhére térítés nélkül. Munkájuk elősegítésére régóta szerettek volna beszerezni egy járőrkocsit, amelyre most nyílt lehetőségük. Számunkra ez nagy eredmény, bár persze talán nem tűnik annak, de azt tudni kell, hogy a polgárőrsége a legrégebben működő, folyamatosan működő egyesület a falunkba, több mint 10 éve létezik, talán már 15 éve is. Az idők folyamán mindig igyekeztünk az eszközállományt bővíteni, újabb tagokat toborozni, és nagy vágyálom volt a járőrautó. És hála Istennek nagyon jó az együttműködésünk az Országos Polgárőrszövetséggel, és az Országos Polgárőrszövetség segítségével sikeresen kaptunk a budapesti rendőrfőkapitányságtól egy kitűnő állapotban lévő volt járőrautót, amit személyesen vettem át polgárőr társaimmal Budapesten a központi ünnepségen, és hoztuk haza. Azóta itt cirkál a faluban, segíti a közrend fenntartását. Én úgy gondolom, hogy a közbiztonsági állapotunk kielégítő. Mindig van mire figyelni, mindig van mit fejleszteni, de hála Istennek a rendőrkapitánysága való jó együttműködés és fizikai közelsége miatt is. Ennek köszönhetően elég sokat jár errefelé a rendőrjárőr, és természetesen a polgárőrség pedig minden eszközével kiegészít a rendőrség munkáját. A polgárőrség egy önkéntesen végzett munka. Ezenokból kifolyólag itt a jószón, esetlegesen egy közös családi ünnepségen túl sokat nem tudunk nyújtani a tagoknak, ezért mindig szívesen várjuk az újabb jelentkezőket, akik úgy érzik, hogy rá tudnak szállni havonta 1-2 órát arra, hogy közösségünk közbiztonságát elősegítsék. Bekecs község önkormányzat vezetése, képviselő testülete és dolgozói minden nap keményen dolgoznak azon, hogy kihasználják az Európai Uniós pályázati forrásokat. A Magyar Falu Program egy új lehetőség a kis településeknek, hiszen ezekkel a programokkal fejleszthetik a községeket és vonzóbbá tehetik a fiatal betelepülőknek. A Magyar Falu Program az egyik legjobb konstrukció az elmúlt 5 évben, hiszen a kis települések fejlődését szolgálja. Ennek megfelelően több mint 10 lehetőség nyílt meg, amiben az önkormányzatunk a saját keretén belül és aminek megfelelt pályázott. Elsőként orvosi műszerekkel kiegészítésekre nyertünk 2 millió forintot, ezen belül számítástechnikai eszközöket és orvosi eszközöket fogunk majd kapni természetesen a házi orvosunk és a gyermekorvosunk. A bölcsödeépítés, az óvoda korszerűsítés, útfelújítás, valamint új polgárőr autó beszerzésével Bekecsen a fejlesztések nem értek véget. Az önkormányzat több pályázatot is benyújtott, amelynek elbírálására várnak. Ezeknek a sikerességében bízva szeretnék tovább szépíteni a települést. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai a továbbtanulásra készülnek. Ennek keretében pályaválasztási szülőértekezletet tartottak, ahol a pályaorientációs folyamat minden részletéről tájékoztatták a tanulókat és szüleiket. A jó pálya és iskola választás befolyásolja az egész életet, hiszen a tanulmányok hatással vannak a későbbi munkaerőpiaci helyzetre és az életpályára is. Az iskola kiválasztása során a lehetőség és a valóság, valamint az elképzeléseknek és a realitásoknak összhangba kell kerülnie. A képességek, a tudás és a jövő elképzeléseinek a megvalósításában szerencsés a környező települések intézményvezetői tartottak előadást a szülőknek. A középiskolák vezetői ismertették nyílt napjaikkal kapcsolatos információkat, szóltak a központi felvételi rendszerről és az egyéb bejutási lehetőségekről. A Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója, Kasperné Tilman Edina emlékeztetett arra, mennyire fontos, hogy a tanulóik megfelelő úton induljanak el a nagybetűs életbe.
A diákokat és képességeiket szüleiken kívül az osztályfőnökük ismeri a legjobban, így a pedagógusok sokat segítenek a pályaválasztásban is a diákoknak. Nagyon fontosnak tartjuk az iskolánkban, hogy a kirepülésre készülő diákoknak minél több lehetőséget adjunk arra, hogy megismerkedjenek a környéken lévő középfokú oktatási intézményekkel, azoknak a képzési kínálatával, illetve a szüleiknek is. Ennek érdekében már az éven tartottunk pályaorientációs napot. A nyolcadikosokhoz osztályfőnöki órára volt diákjaink érkeznek vissza, akik népszerűsítik ezeket az iskolákat, illetve november 4-én délután tartottunk pályaválasztási szülői értekezletet, amelyre vártuk a nyolcadikos gyerekeket szüleikkel együtt. Erre a pályaválasztási szülői értekezletre a környékbeli intézményeknek az intézményvezetői érkeztek hozzánk vendégségbe, és tájékoztatták a szülőket a lehetőségekről, illetve mi magunk tájékoztattuk őket a középfokú felvételi eljárásnak a rendjéről, a legfontosabb időpontokról, amelyekre figyelemmel kell lenni. Nagyon fontos az, hogy egy ilyen fontos döntés előtt, ami előtt a gyerekek és a szülők ilyenkor állnak, minden segítséget megkapjanak ahhoz, hogy jó döntést hozzanak, és a gyerekeiket a jövőben jó helyen tudják. Az igazgatónő hangsúlyozta azt, hogy iskolájukban az őszi szünetben 5 tantermet újítottak fel, amely még a nyári felújítások utómunkálatai voltak. A gyerekeknek nagy meglepetést okozott az új laminált padló és a tanulópadok és a bútorok látványa. Hát valójában azt tudom mondani, hogy a nyári felújítások most értek véget, hiszen az a 20 millió forint, amit az Egri Főegyház megyétől nyári beruházásra, felújításokra, karbantartásra kaptunk. Azok a munkálatok, amelyeket ebből szerettünk volna megvalósítani, mostanában érnek véget, hiszen tanulói bútorokat is rendeltünk ebből a keretből, és 5 tanteremre szereztünk be új bútorzatot. Ennek a kiszállítását ugye a gyártócég nem tudta vállalni, hiszen a leterheltségük ezt nem tette lehetővé. Így meglepetés volt a gyerekek számára 5 tanteremben, hogy őszi szünet után megújult bútorzat fogadta őket, és úgy gondoltuk, hogy akkor a laminált padlózást is az őszi szünet időszakában fogjuk ezekben a tantermekben megvalósítani. Úgyhogy mosolygós gyerekek ülnek most az új padokban. Valójában új padok, de régi típusúak, hiszen látható, hogy a hagyományos, és talán 20 évvel ezelőtti trendnek megfelelően rendeltük a bútorokat, itt a tanítónőkkel is egyeztetve, ami nagyon hatékony munkát tesz lehetővé. A diákok körében pillanatok alatt nagyon népszerűek lettek a tantermek új eszközei, amelyet a tantestület közösen választott ki. Az, hogy újak a padok és a lábai más színűek. Nagyon jók, azért, mert pároszával ülhetünk, de nem minden doboz fér be, ezért ki kellett pár dobozt cserélni. Rendítve van a padokban, és köszönjük szépen igazgató néninek, hogy kicserélte ezeket a padokat pároszra. Az intézményvezető szólt arról, hogy a fenntartó folyamatosan biztosítja a megújulást. A tantermek több mint fele már kapott laminált padlót. Terveik között szerepelnek az informatikai termek gépparkjának cseréje is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató Iroda tájékoztatása szerint a következő napokban is változékony időben lesz részünk. A rövidebb napos periódusok mellett inkább erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Összességében több helyen előfordul eső, záporeső. A jövő hét elején átmenetileg erősödik az éjszakai lehűlés. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet, napközben 12 fokig melegszik a levegő. A térségben 2-es fronthatásra kell számítani. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták.
Új adással legközelebb november 17-én várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyőn. Viszontlátásra!